itt a Kaposmenti Magazin, köszöntöm nézőinket! Egészségügyi intézményt adtak át Dombóváron. Felújítás hosszú ideig tartott, de megérte a várakozást. Sportgála Dombóváron. 35 tehetséges fiatal sportoló kapott elismerést. Karácsonyi vásár Kocsolán. A vendégeket teával, forralt borral és hagymás zsíros kenyérrel várták. Civil közösség. Új autóval gazdagodott a Dombóvári Polgárőr Egyesület. Hivatalosan is átadták a korszerű egészségügyi intézményt Dombóváron, a Szabadság utcában. A felújítás hosszú ideig tartott, de megérte a várakozást. A városi és vármegyei vezetők, valamint a térségi polgármesterek jelenlétében Pintér Szilárd polgármester köszönte meg a kivitelezőknek és a szakembereknek a kiváló minőségű munkát. Fehérvári Tamás, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait. Dr. Alacsony Mária csecsemő és gyermekszakorvossal és dr. Keller Margit fogszakorvossal együtt vágták át a nemzeti színű szalagot a projekt átadó ünnepségen. Csodálatosra sikeredett ez az átadás is maga, és az épület felújítás is úgy nézem, hogy elérte a célját. Különös tekintette, hogy én is dombóvári vagyok, és egyszer-kétszer megfordulok itt azért egészségügyi okokból. Azt gondolom, hogy ez egy fontos területe volt a területi operatív programnak, hogy ilyenre biztosította az állam forrást, hogy ezeket a létesítményeket föl lehessen újítani, korszerűsíteni lehessen, netán újakat lehessen építeni helyettük vagy mellettük. Itt most egy felújításon vagyunk jelen. Azt gondolom, hogy elérte célját. Hallottam itt éppen egy orvos kollégát, aki büszkén mondja, azt mondja, hogy most már kedve lesz bejárni, és azt gondolom, hogy a betegeknek lesz a legfontosabb, hiszen ők emberi, európai környezetben kiváló orvosok mellett fognak gyógyulni. Két ütemben közel 345 millió forintot forrásból teljes megújuláson ment keresztül a város második legnagyobb járóbetegellátó intézménye. Örömteli a pillanat, hiszen advent időszakában végre sikerült a felújított orvosi épületet átadni, és elkészült az épület. Ez az épület már nagyon régeségre rászorult nagy átfogó felújításra. Ezelőtt 3 éve volt lehetőségünk pályázni, sajnos az első lehetőség csak a 1/3 volt elegendő, így 2/3 újból kellett pályáznunk, és gyakorlatilag két ütemben sikerült felújítanunk kívülbelülről ezt az épületet. Nagyon örülök neki, hogy megoldottuk a házi orvosok elhelyezését is, hiszen eddig egy rendelőben rendelt 2 házi orvos, most kialakításra került 2 házi orvosi rendelő. Mind a 3 fogorvos visszaköltözhetett a régi helyére, és azt gondolom, hogy éppen ahol vagyunk a gyermekrendelés is, a váróterem és a védőnök is, azt gondolom, hogy megfelelő körülmények között tudtak visszajönni. Én szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebbe támogatott minket, hiszen nagyon fontos volt. Én szeretném megköszönni, és meg is köszöntem már az itt dolgozóknak azt a végtelen türelmet, amivel elviselték azt, hogy több mint másfél évig nem a saját helyükön dolgozhattak, de azt hiszem, hogy a picikét a sors kárpotolta őket, hiszen egy gyönyörű épületbe jöttek vissza. Gyönyörű, modern környezetben látják el a betegeket a rendelőben decembertől. Az épület funkcióját is újra gondolták, jelenleg 3 részre osztva külön egységekben dolgozik a gyermekszakorvos 2 védőnővel, a 2 házi orvos és a fogorvosok. Sokkal szebb, sokkal tisztább, kár, hogy nem 20 évvel ezelőtt történt, hogy átadták felújítva. A külső hőszigetelés, a nyíllázárok cseréje, a fűtés korszerűsítése és az épület akadálymentesítése is elkészült. A mai elvárásoknak és a technikai követelménynek megfelelő közszolgálati intézményt hoztak létre. A megújult rendelő hosszú évtizedekig lehetővé teszi sok beteg színvonalas ellátását. Ez egy nyílt közbeszerzés volt, ami 2 ütemre volt osztva. Mind a 2 ütem tekintetében állásnak mi voltunk a nyertes kivitelezők, ez egyben nekünk a kivitelezés során is nagyban megkönnyítette az organizációt, mert másik cég után ugye sokkal nehezebb lett volna utána dolgozni. Összesen másfél évet ölel át ez a periódus a kivitelezés tekintetében. Ugye első körben, első ütemben homlokzati nyílászáró cserék, homlokzati hőszigetelés, padlásfödém szigetelése, valamint a tetőhéjazat kompletten megújult, és ezt követően, miután a forrás a második ütemre is rendelkezésre állt, a komplett gépészet, épület, villamosság és a belső terek kialakítását végeztük. Az átadó ünnepség nagyon jól sikerült. Az intézmény felújítása az orvosok és az ott dolgozók örömére, de legfőképpen a betegek korszerű ellátására irányult.
Sportgálát rendeztek Dombóváron a Művelődési Ház színház termében. Ezt az eseményt már harmadik éve tartja meg a város önkormányzata, de idén már gála rendezvényen adták át a kitüntetéseket. 9 egyesületből hívták színpadra a díjazottakat. 35 tehetséges fiatal sportolót ismertek el. A Dombóvári Sportszövetség és a Dombóvár város önkormányzatának közös célja, hogy minden utánpótlás nevelésben kiemelje azokat a sportolókat, akik helyben, közösségükben példát mutatnak hozzáállásban, kitartásban, küzdeni akarásban. Pintér Szilárd köszöntötte meghívottakat, elsősorban a sportolókat, szakmailag kiváló edzőket, sportvezetőket és a szülők, családok támogatását. Nyilván a szervezet is egy fejlődési folyamaton megy keresztül, és nyilván mindezt köszönöm az elnökségnek, hogy rengeteg energiát fordítanak arra, hogy a Dombóváron működő sportszervezetekkel kiváló kapcsolatot ápoljanak, és partnerként kezeljék egymást. És szeretném megköszönni a munkájukat. Nyilván tavaly is elmondtam, idén is elmondom, hogy évről évre több tehetséges gyerek kerül elő Dombóváron, hiszen az aktív sportélet hozza magával, hogy évről évre nő a sportolóknak a száma. Nyilván a díjazottakon kívül egészen biztos még háromszor ugyanannyi tehetséges fiatal van, de azt gondolom évről évre a legjobbakat kell díjazni. Szabó Csaba beszédében kiemelte a híres sportolók példáját, akik Dombóváról kerültek ki. Ilyen volt Mándli Imre ökölvívó, Buzánszki Jenő az aranycsapat futballistája, Rózsa Norbert úszó, Halmai Petra úszó és Vindics Totli Anna futó olimpikonok. A mai napon itt az évvégéhez közeledvén egy kis számot igyekszünk adni. Kicsit ilyenkor visszaillő nézni a hátunk mögött, hogy ki mit ért el, milyen eredményei vannak, és ezeket az eredményeket értékeltük, összesítettük a Dombóvári Sportszövetség oldaláról, akihez 27 sportegyesület tartozik, és itt a legjobbak közül a legjobb 35 sportoló fog díjat, elismerést kapni. 9 sportágból választottuk ki ezeket a személyeket. Ők többnyibe országos bajnokságokon szereztek érmes eredményt, de vannak néhányan, akik Európa-bajnokságon, sőt világbajnokságon is meg tudták magukat mutatni. Ez az, amire tudunk itt számítani. A gála jól sikerült, és emelte a díjátadás színvonalát. A fiatal sportolók a Dombóvári Asztali Tenisz Egyesületből, Sportiskola Egyesületből, Domboldog Centrum Kutyás Sport Egyesületből, Focisuli Egyesületből, Karatesuli Egyesületből, Jumpers Dombóvári Kötélugró Sport Egyesületből, Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesületből, Judo Klubból és a Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesületből részesültek méltó elismerésben. Kocsalán is ünnepelték az adventet. Lajos Anikó polgármester nyitotta meg a karácsonyi vásárt. A vendégeket teával és forralt borral, hagymás zsíros kenyérrel várták. A vásárban kézművesek portékáit lehetett megvásárolni, továbbá finom ételekkel, italokkal várták az ide látogatókat. A műsorokat a helyi általános iskola diákjai és a Gyermekránc óvoda óvodásai adták elő. Az iskolás gyermekek versekkel és mondókákkal, énekekkel szórakoztatták az érdeklődőket. Az ovisok pedig tánccal is megörvendeztették az adventi ünnepen résztvevőket. Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a mi kis falunkba is idehozzuk a karácsony hangulatát, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Vannak helyi kézműveseink is, és a környező településekről is érkeztek kézművesek, úgyhogy lehet válogatni és vásárolni a különböző áruk között. Én is már körülnéztem, és rengeteg nagyon szép dolgot láttam. A gyermekek legszebb ünnepe a karácsony, és mindig nagyon várják és készülnek az eljöttére. Azt adtam elő, hogy az angyalok lejönnek az emberek közé, és szeretetet adnak az embereknek. És énekeltem azt, hogy a Szenteste nem mindenkinek igazi, mert sok ember van, aki szegénységben tölti. Nagyon színes és hangulatos napot töltöttek együtt azok, akik eljöttek. Civil közönséggel ünnepelték a karácsonyt a Dombóvári Művelődési Házban. Tóth Zoltán, civil tanácsnak, és Hosszú Sándor Gergely, a civil tanács elnöke mondott köszöntőt. Az eseményt követően átadtak egy új szolgálati autót a Dombóvári Polgárőr Egyesületnek. Az idei esztendő a civil események éve volt, hiszen számtalan jubiláló rendezvény töltötte be a város naptárát Dombóváron. Ez a közös ünneplés már hagyománnyá vált, mondta Tóth Zoltán. Ez egy nagyon szép hagyomány Dombóváron, hogy nem csak a családunk körében,
hanem a civil egyesületek, a tagok egymás között is megünneplik a karácsonyt. Több éve tart, sajnos ugye a pandémia alatt erre nem volt lehetőség, de azóta folyamatosan évről évre visszatérő módon egy közös gálával, szórakozással együtt emlékezünk meg a karácsony ünnepről, annak közelettéről. Hosszú Sándor Gergely elmondta, hogy a civil karácsonyt minden évben együtt ünneplik az önkormányzattal és a civil lakossággal. Ugye 2023-as év végét is gálák szempontjából a civilek zárják a civil karácsony programmal. Ez ugye napjainkra már egy hagyománnyá vált az évek során. Számomra ez nagy öröm, hogy az év elejét a civil gálával kezdjük városunkban, az év végét pedig a civil karácsonnyal zárjuk. A civil karácsony után ajándék várta a Dombovári Polgárőr Egyesületet a város karácsonyfája alatt. Egy új szolgálati autót kaptak. A mai rendezvényünk végén a Dombovári Polgárőr Egyesület egy új gépjárművet vehet birtokba, melyet karácsony alkalmával kapnak meg jelképesen Dombovárváros önkormányzatától. A kulcsot Pintér Szilárd polgármester adta át Almási Borbára Zsuzsanna elnökasszonynak. A mai rendezvény a városi civil karácsony, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Dombovári Polgárőr Egyesület kapott egy autót a városi önkormányzat részéről. Nagyon nagy meglepetésünkre szolgál, mert miénk elég rossz állapotban volt. A Dombovári Polgárőr Egyesület fontos partnere az önkormányzatnak és a Dombovári Rendőrkapitányságnak. Az év minden napján lehet számítani a szervezetre, így az új jármű jó szolgálatot fog tenni a városban. A Dombóvári Vállalkozók Egyesülete jótékonysági akció keretében vendégelte meg a Dombóvári Margaréta Református óvoda gyermekeit. Az ünnepélyen részt vett Pintér Szilárd, a település polgármestere, és Nászadi Endre, a Dombóvári Vállalkozók Egyesületének elnöke is. A Vállalkozók Egyesülete 3 éve jótékonykodik. Az idén a Margaréta Református óvodára esett a választás. Hoztak a gyermekeknek szaloncukrot, gyümölcsöt, és minden csoport kapott egy szép nagy tortát. Az összefogásról nyilatkozott Nászadi Endre. Abban bízom, hogy tudjuk tartani ezt a hagyományt, és jövőre is folytatni ezt. Ebben az advent időszakban azt gondolom, hogy szükség van ilyen rendezvényekre és ilyen hozzájárulásokra a vállalkozók részéről. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most nem csak a vezetőség, hanem ugye többen eljöttek a Vállalkozói Egyesületből, de úgy láttam, hogy mindenki feltöltődött egy kicsit. Az óvónénik és a kisovodások igazán kellemes hangulatot teremtettek műsoraikkal. Sott Ágnes elmondta, hogy az ünnep után meglepetés is várja a gyermekeket. Minden évben, így decemberben az óvodásokkal vasárnap, a 3. adventi vasárnap ünnepeljük a templom a karácsonyunkat, és egy zárt körű rendezvényt tartunk itt az óvodában, amikor a gyermekek csoportonként is megajándékozásra kerülnek. Az alapítványunk támogatásával egy nagyobb összegű pénzösszeget költenek a kolléganők, amire játékokat fordítanak a gyermekekre, és ezt egy ünneppel szoktuk megpecsételni. Az ünnep ebéddel zárult, ahol szétosztották az ajándékba kapott tortákat. Karácsonyi ünnepet tartottak Dombóváron a szépkorúaknak. Advent alkalmából a városi önkormányzat előadással kedveskedett az idős lakosoknak. A Művelődési Ház színház termében Pintér Szilárd polgármester nyitotta meg a műsort és köszöntötte a résztvevőket. Dorogi Barbara színésznő ismert slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Az előadás után a polgármester a képviselőtestület tagjaival ajándékot osztotta megjelenteknek. Dombóvár Szőlőhegyen, a Hegyalja téren közös adventi ünneplésre várták az érdeklődőket. A Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében minden szombaton karácsonyvárót tartottak. Műsorokkal kedveskedtek, és közben forralt borral és teával kínálták a vendégeket. A műsorban szereplők a gyermekek voltak. Kézműves foglalkozásokkal várták őket. Majd az est folyamán felléptek a Szivárvány óvoda Csiporka tánccsoportosai és a Kaposszegcsői Van Remény Alapítvány gyermekcsoportosai. Énekekkel, tánccal kedveskedtek az ide látogatóknak.
Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület szervezte ezt a programot itt a Hegyalja téren. Az itt lakóknak és az ide látogatóknak nagyon sok gyerek eljött ma, és nagyon örültünk, hogy ilyen kedvesen, aranyosan szerepeltek ma. A programokat úgy szerveztük, hogy a múlt héten Vackor csoportosaimmal voltunk itt, és táncoltunk, játékokat, különböző karácsonyi ráhangolódás volt a cél tulajdonképpen, és Sütő Eszter kolléganőmmel készültünk fel erre a napra. A rendezvény nagyon jól sikerült, a gyerekeket Orlai Katalin és Lángvirág készítette fel. A mai nap pedig a Dombovári Szivárványovoda Csiporka táncegyüttese, illetve néptáncsoportja lépett fel, és táncoltak nekünk párosával, és nagyon-nagyon aranyosak voltak, tényleg, nagyon örültünk neki, nagyon sokan eljöttek, és nagyon tényleg vidám hangulatban telt ez a mai este. Süteményt sütöttünk, kínálgatjuk a gyerekeket teával, forralt bort ihatnak a felnőttek, és azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Az est része volt a harmadik gyertya meggyújtása az adventi koszorún, ami az örömöt jelképezi. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!